Sziasztok! Ez a heti vlog nem otthonról indul, mert szeptember 1-e szerintem sokaknak megmaradt a fejében úgy, mint az iskola kezdés napja. És ez passzol is, mert ma kezdődött az első továbbképzésem. Ugye említettem már nektek, hogy jelentkeztem egy továbbképzésre, amit magamnak finanszírozok, és ami után, hogyha jövő októberben elvégzem és teljesítem a vizsgakövetelményeket, akkor certifikált szexuálpedagógus címet kapom meg. Viszont van egy továbbképzés, ami most is itt vagyok, aminek szintén szexuálpedagógia témája, ezt a munkáltatóm által végzem most. Ez az első hétvége, egy ilyen ismerkedős hétvége, és ez alapvetően csak februárig tart. Februárban is egy ilyen hétvégi szeánszal fog majd lezáródni, és kevesebb az ülés, kevesebb óraszámot ölel fel, így mondom inkább. Illetve ez ugye nem adja ezt a certifikált képesítést. Viszont arra gondoltam, hogy mind a kettőt elvégzem, és ugye ezért jelentkeztem mind a kettőre, mert valahol kiegészítik egymást. Illetve én nem vagyok extrovertált. Jobban mondva, az abszolút ellentéte vagyok, nagyon introvertált ember vagyok. Viszont egy-két ilyen továbbképzésem már én is voltam, és láttam, hogy mennyire fontos az, amikor szakmabeliekkel tudsz véleményt cserélni, tapasztalatot cserélni, egyszerűen csak így beszélgetni, és tulajdonképpen az is nagyon-nagyon fontos, hogy kontaktokat építs ki. Szóval, itt vagyok, ezen a hétvégén Duisburgban. Amúgy ez a továbbképzés amúgy nem itt lesz megtartva, csak most ez az első hétvége lett ide organizálva. Már most túl vagyunk egy ilyen csoportos munkán, úgyhogy fel is jöttünk, mindenki átvehette most a szobáját. Hát már most fáradt vagyok, 10-kor kezdtünk, mindjárt 3 óra lesz, és este 8:30-ig tart, úgyhogy nem is tudom, így egy pár résztvevővel már beszélgettünk, és lehet, hogy mit csinálnak majd így utána, 8:30 után, amikor ugye szabadidő van. És nekem rögtön az volt az első gondolatom, hogy hoztam egy könyvet magammal, hogy az tök jó, és hogy alszok. Illetve szeretnék elmenni boltba, vagy valahova, ahol tudok levenni pénzt, mert nálam szinte sosincs készpénz, itt pedig, hogyha innivalót szeretnék, vagy bármi ilyesmi, akkor készpénzzel tudok csak fizetni, illetve az automatába is csak ugye érmét tudok használni, úgyhogy jó lenne valahova itt a környéken, hogyha találnék itt egy automatát. Szóval ezt fogom így elintézni szerintem, hogyha végeztünk utána, és utána beájulok az ágyba, holnap reggel ugye megint folytatódik tovább, és majd holnap délután 4-kor lesz vége. Úgyhogy nagyon érdekes amúgy, szerintem ezzel nem sértek meg semmilyen titoktartást, meg semmit, hogyha megmutatom nektek, hogy ez egy szexuálpedagógiai alapképzés, aminek Lust Princip a neve, és ugye ez 2023-2024-et öleli fel, de ugye 2024-nek csak az év elejét, ahogy mondtam, februárig tart. Nagyon-nagyon-nagyon érdekel ez a téma, és most a csoportos megbeszélésünkön is, ugye felosztottak minket csoportokba, és mindenki kapott egy-egy témát, ezt kell majd utána valakinek a csoportból prezentálnia az egész csapat előtt, aki szerencsére nem én leszek, mert utálok mások előtt beszélni. Mondom ezt úgy, hogy a kamerához beszélek, na mindegy. De ez a téma és ez a beszélgetés is tök jó volt, és megint ugye 4-en voltunk egy csoportban, viszont különböző területeit képviseljük így a szociális munkának, szociálpedagógiának, de amúgy nem csak szocmunkások vannak itt, hanem van közöttünk pszichológus, van közöttünk RCR, nevelő végzettségű, és nem is tudom még mi, tényleg Erziehungswissenschaft, ezeknek nem tudom sajnos mindnek a magyar megfelelőjét, de hogy tulajdonképpen mindenki ilyen szociális területen munkálkodik, és elsősorban fiatalokkal dolgozunk mindannyian, úgyhogy érdekes volt megint egy ilyen kisebb csoportban beszélgetni a tapasztalatainkról. Nagyon érdekes eseteket hallottam a többiektől. Ez mindig úgy felpesdít egy ilyen továbbképzés, mindig úgy érzem, hogy igen, hogy utána nagyon benne vagyok, és persze, hogy utána az ember visszatér a hétköznapokba, és egy kicsit elveszti a varázsát
ez az egész, hogy oké, akkor most véleményt cserélünk, meg tapasztalatot cserélünk, meg valami újat tanulunk, mert utána egyszerűen végzed a munkádat, viszont annak a tudásnak a segítségével tudod végezni, amit egy ilyen képzésen megtanulsz. Úgyhogy én nagyon szeretek ilyenekre járni, és hogyha azt mondom, hogy szoktam is rendszeresen, akkor az nagyjából igaz. Azt hiszem, hogy tavaly volt az az év, amikor csak befejeztem egyet, ami két részből állt, viszont újban nem kezdtem bele, de idén. Idén, és majd jövőre fejezem be, és már most terveket szövögetek, hogy akkor mi az, ami még így érdekelne, mivel szeretném még így bővíteni a szakmai tudásomat. Nekem iszonyatosan motiváló ez, de meg kell találni így az idő egyensúlyt így közben, mert így, hogy ezt a két továbbképzést is elkezdtem teljes munkaidő mellett, párkapcsolat, háztartás, én idő és hobbi mellett iszonyatosan nehéz. Iszonyatosan nehéz, mert csak azért is, mert konkrétan megfogalmazódott bennem most már így az utóbbi napokban, hogy szerintem segítségre lenne szükségem, ami az időbeosztást illeti. Tudom, hogy vannak ilyen coachok, akik ezzel foglalkoznak, vagy életvezetési tanácsadók, vagy nem is tudom, hogy milyen címszó alatt lehet őket megtalálni, és elkezdtem játszadozni a gondolattal, hogy igen, lehet keresek egy szakembert, aki speciálisan az én munkabeosztásomat, az én igényeimet szemügyre vételezve tudna nekem abban segíteni, hogy hogyan osszam be hasznosabban az időmet. Ezt szoktátok írni egy páran, hogy tök jó, hogy így aktív vagyok, meg hogy így a hobbimat is csinálom, meg hogy én időt is csinálok. Iszonyatosan nehéz nekem ezzel zsonglőrködni, és az utóbbi pár hétben teljesen elvesztettem a fonalat, és nagyon úgy érzem, hogy állandóan fáradt vagyok, nagyon úgy érzem, hogy az energia szintem a béka feneke alatt van, és szerintem tényleg itt az ideje annak, hogy valaki külső szemlélőtől, aki teljesen más szemszögből tud rálátni az én helyzetemre, segítséget kérjek. Úgyhogy, ha ismertek ezzel kapcsolatban valakit, aki ilyesmivel foglalkozik, ne tartsátok magatokban, főleg, hogyha van vele amúgy már pozitív tapasztalatotok. Közben nézem az órámat, most szolgálják fel a kávét, úgyhogy szerintem megyek is lefele, mert be kell csapni még egy kávét, hogy bírjam ugye este 9-ig, de tényleg nagyon szívesen fogadnám így a személyes tapasztalat alapján való ajánlásaitokat. Na, közben látjátok a névjegykártyámat is. Azt hittem, hogy csak egy személyes ágyam lesz, de ez egy dupla ágy, úgyhogy van bőven helyem. Most nem fogok kipakolni, mindig kiszoktam amúgy, teljesen mindegy, hogy hol vagyok, viszont egy éjszakára azért egy kicsit fölöslegesnek tartom, holnap reggel 10-ig el kell hagyni amúgy a szobát, úgyhogy megint majd leviszem a bőröndöt abba a terembe, ahol tulajdonképpen van ez az egész továbbképzés. Úgyhogy nagyjából így mindent a bőröndömben hagyok, csak így a fürdőszobába viszem be a fogkefémet, stb. De amúgy szerintem ezt már említettem nektek, hogy én imádok így kipakolni, és utána szeretek így össze is pakolni, ez valahogy nekem így... Hát, hogyha azt mondom, hogy az otthonosság érzetét nyújtja, akkor az nem teljesen igaz, de hogy azért mégis abba az irányba tolja el ezt az egészet. Amúgy szeptember 1-e van, és igen, jól látjátok, de meg is mutatom. Egy hosszú kötött ruha van rajtam. Ja, lehet nem kéne betennem a széket. És gumicsizma, mert hideg van, és esik az eső. Ez a nyár, ez valami katasztrófa volt. Részben örülök, hogy jön az ősz, mert az ősz még mindig a szívem csücske, viszont egy kicsit sajnálom, hogy nem volt olyan igazi nyár. Ami fura így az én számból, higgyétek el, nekem is fura, hogy ezt mondom, de örültem volna, hogyha picit többet süt a nap. Na mindegy, megyek kávézni. Utána amúgy szerintem ez a vlog most relatív rövid lesz, mert ugye holnap már szombat, holnap jön majd értem Martin, és hogyha már itt vagyunk Duisburgban, akkor van itt egy látványosság, amit már egy ideje meg szeretnék nézni, úgyhogy remélem, hogy nem fog szakadni az eső holnap délután, amikor ugye végzek, és el tudunk menni ehhez a látványossághoz, mert hogy szabadtéri, úgyhogy akkor ezt szeretném nektek megmutatni. Ehhez kell egy aksi a kamerában, mert hogy azt természetesen otthon felejtettem, a másikat, ez pedig már merülőfélben van. Na mindegy, ez az én szétszórtságom volt most. Lehet, hogy utána elmegyünk Martinnal egyet vacsorázni, és utána vasárnapot pedig nyugiban töltöm otthon, úgyhogy szerintem ebben a vlogban majd így a továbbképzésről fogok nektek mesélni, hogy milyen volt ez az első benyomás ezzel kapcsolatban, mikről beszéltünk, természetesen
titoktartási kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban is, úgyhogy konkrét eseteket, amit a többiek mesélnek, nem adhatok tovább, és gondolom ez egyértelmű, hogy nem is szeretnék ilyesmit továbbadni, de azért úgy általánosságban beszélhetek a témákról, és ezt meg is fogom tenni. Szeretném még egy pár szót ejteni így a továbbképzésről. Apropó továbbképzés, arra gondoltam, hogy a Forbildungot az tanfolyamként fogom emlegetni, úgyhogy ez, ami most voltam, ez a tanfolyam. A Weiterbildungot pedig, ami egy hosszabb időt ölel fel, ami tartalmilag is egy picit többet ad, illetve az adja magában tényleg ezt a szexuálpedagógus képesítést is, azt fogom továbbképzésként nevezni így a jövőben. Remélem, hogy én is tudok majd így erre gondolni. És a tanfolyamnak ez a kezdő hétvégéje összességében nagyon-nagyon tetszett, nagyon fárasztó volt, viszont tartalmilag is nagyon jól telt. Annyira szeretem, amikor egy tanfolyam vagy továbbképzés úgy van felépítve, hogy nem érzi az ember azt, hogy oké, itt ülök már nem tudom 3 órája, és egyszerűen nem bírok már tovább ülni, nem bírok tovább koncentrálni, hanem nagyon jól van felosztva az, hogy mikor aktív a csapat, mikor vannak csoportmunkák, mikor van esetleg egy kicsit átmozgatva az ember, és milyen feladatok által, mikor és hogyan adják át a teóriát, és ezt annyira jól összehozták, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Voltam idén egy ilyen kis félnapos tanfolyamon már, ahol a mostani docensek közül már megismertem 3-at, mert hogy ők 3-an tartották annó ezt a tanfolyamot, ami amúgy a transzidentitás téma köré épült. Nagyon érdekes téma volt, és mivel csak egy félnapos továbbképzésről beszélünk, ezért nagyon felületesen karcolgattuk meg a témát. Viszont a szexuálpedagógiához hozzátartozik ez a témakör is, úgyhogy majd itt bővebben ki fogjuk fejteni, illetve a továbbképzésen is, nem csak most így a tanfolyamon. Annyira jó volt, mondom ezt én introvertáltként, akinek most is időre volt szüksége ahhoz, hogy egy picit így ki tudjon nyílni, de jó volt új emberekkel megismerkedni, jó volt tapasztalatokat hallani. Erről szerintem már meséltem is, úgyhogy erre nem térek ki most megint így külön. Tetszettek így a csoportos feladatok, tulajdonképpen szinte mindig másik csoportba kerültünk, ami nagyon jó egy ilyen kezdő
egy ilyen kezdésnél, mert így van lehetőséged igazán minél több embert megismerni, minél több emberrel egy kicsit így csevegni. Szóval tartalmi részre is ki szeretnék egy picit térni. Ami számomra új dolog volt, tudtam, hogy így a szexuálpedagógia az nem egy nagyon régi keletű dolog, de nem gondoltam volna, hogy ennyire fiatal ág ez. Az 1980-as években kezdett így tényleg körvonalazódni, hogy oké, akkor van szexuálpedagógia, és annó a célja az tulajdonképpen így a HIV-fertőzés is az AIDS-hez köthető, mert hogy ezzel kapcsolatban szerettek volna minél több felvilágosítást nyújtani, és megelőzni ennek a terjedését, és ezáltal kelt életre a szexuálpedagógia. Utána ugye az emancipációval kard-karba öltve így folyamatosan fejlődött, és így a mai nap egyszerűen, főleg, hogyha fiatalokkal dolgozik az ember, látja, hogy mennyire nagy szükség van rá. Amúgy így a felvilágosítást nem elég, nem tudom így a pubertás korban elkezdeni, hanem tényleg mihelyst szavakat keresünk bizonyos testrészeknek a leírására, akkor tulajdonképpen már az által elkezdődik a szexuálpedagógiai felvilágosítás is. És főleg a napjainkban a social médiának a térhódítása által nagyon nagy szerepe van ennek a témának így a gyerekek és a fiatalok életében is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy kicsit bővíthetem a repertoáromat, tényleg a szakmai tudásomat, és nagyon bízom benne, hogy így a nyelvhasználatomat is. Most például volt biológiai rész is, amikor így a nemi szerveket vettük végig, a férfi és a női nemi szerveket, és elő kell vennem egy német biológia tankönyvet, és át kell mennem ezeken németül, mert nem tudom a német nevét mindennek, és hogyha beszélni szeretnék róla, már pedig szeretnék róla beszélni, akkor ugye tudnom kell, hogy milyen szavakat használjak. Szóval ezt írtam fel magamnak, hogy mindenképpen utána kell egy kicsit néznem, illetve így a különböző fogalmakat, amit ugye elég vegyes így a csapat, vannak, nem tudom, azt hiszem, hogy a legfiatalabb résztvevő 24 éves, a legidősebb pedig közel 60, de hogy így széles skálát fed le, és korból adódóan is mindenki másfajta információt hoz ehhez, és ad ehhez az egészhez. Úgyhogy volt olyan, aki így nagyon otthon volt, így a legfiatalabb résztvevő például ő nagyon otthon volt így a különböző kifejezésekkel kapcsolatban, és ezen is szeretnék egy kicsit így fejleszteni és változtatni, mert van úgy, hogy tényleg a gyerekek is beszélnek erről nálunk az otthonban, és így meg kell kérdeznem, hogy ez mégis mit jelent, és akkor igen, én vagyok a boomer, ezt legalább tudom, hogy mire szokták használni, és így elmagyarázzák, és ennek tulajdonképpen megvan az előnye is, mert így lehetőség nyílik a kommunikációra, mert igenis, az esetek nagy részében szívesen beszélnek róla, hogy mi mit jelent, hogy mit mire használnak, úgyhogy megvan ennek az előnye is, viszont tök jó lenne, hogyha elcsípek így beszélgetést, mert nem tudom, én a konyhában főzök, és ott ülnek az asztalnál már, és maguk között beszélgetnek, akkor jó lenne, hogyha többet értenék belőle. A következő ilyen témaestünk az 2 hét múlva lesz, akkor már csak egy ilyen kis 3 órás tanfolyamról van szó, csak ez a kezdő hétvége és majd a lezáró hétvége ölel fel így 2 napot. Kíváncsian várom, hogy haladunk tovább. Ahogy mondtam, a docensekkel is nagyon elégedett voltam, a csapat összetételével is nagyon elégedett voltam, és meg kell jegyeznem, hogy az az ifjúsági szálló, ahol eltöltöttük ezt az éjszakát, az is tiszta volt, rendezett volt, modern volt, az étel nagyon finom volt, úgyhogy nem tudom, hogy mi mindent lehet Duisburgban csinálni, hogyha így oda megy valaki, nem tudom, osztálykirándulásra erre az ifjúsági szállóra, vagy táboroztatásra, mert Duisburg, és most ezzel senkit nem szeretnék megsérteni, nem a legszebb város. Így nem tudom, Duisburg, Gelsenkirchen, Krefeld, ezek a városok, meg még van egy-kettő, arról híresek tulajdonképpen, hogy így a 80-as, 90-es években ezek nagy iparvárosok voltak. És ugye a gazdaság dübörgött,
tele volt élettel ez a város, viszont egyik költözött, egyik ilyen vállalkozás költözött el a másik után, oda, ahol olcsóbb a munkaerő, ahol olcsóbbak, nem tudom, a bérleti díjak, stb. Stb. És most ott vannak ezek a városok, és kicsit ilyen szellemvárosok, vagy nem is tudom, ugyanúgy, ugye sokan élnek ott, viszont fent vannak így a Németország legszegényebb városai listáján, legalábbis Duisburg mindenképpen, azt tudom, hogy azt olvastam. Megvan ennek az előnye is, mert lehet olcsón vásárolni lakást, vagy akár házat is Duisburgban, Krefeldben és Gelsenkirchenben is, viszont igen, ahogy tényleg autóztunk Duisburgban, lehet látni a városon nagyon, hogy hát így lenne mire költeni. Az utak állapotától kezdve a szemét elszállításon keresztül tényleg van egy-két probléma, amin dolgozni kell, és igen, ilyenre Németországban is van példa, nem csak Magyarországon, hanem itt is vannak ilyen városok. Martin ugye értelmi a tanfolyam után, és elmentünk megnézni egy duisburgi nevezetességet, méghozzá Tiger and Turtle névre hallgat ez a, nem tudom, hullámvasútra hajazó kis építmény, ami teljesen ingyenes, sajnos nem akadálymentesített, viszont azt hiszem, hogy nyitvatartási idő sincsen, úgyhogy bármikor látogatható. Ha itt laktok a környéken, szerintem egy utat biztos, hogy megér. Szép időben is elég messzire el lehet látni. Martin azt mondta, hogy egészen Düsseldorfig el lehet látni. Nekem erről fogalmam nincsen, de tényleg el lehet egy jó messzire látni. Illetve biztos, hogy este, amikor ki van világítva a város, akkor is szép látványt nyújt. Utána pedig elmentünk egy étterembe vacsorázni. Ezt az éttermet nem szeretném megemlíteni, mert nem volt említése méltó, úgyhogy nem szeretném semmiféleképpen reklámozni őket. Viszont ott a közelben volt egy Action üzlet. Nem is tudom, mikor voltunk utoljára Martinnal Actionben. Na mindegy, vacsora után bementünk, és még ezt szeretném beletenni ebbe a videóba, hogy mit vettünk. Nem túlságosan sok mindent, és kezdem a legfölöslegesebb darabbal, ami egy ilyen kard, amivel buborékokat lehet fújni. Ezt tegnap este már itt kipróbáltam a lakásban, és Martin kinevetett, mert azt mondta, hogy ilyen gyermeki örömöt régen látott az arcomon. Na mindegy, 2 eurót fizettem érte, tudom, hogy fölösleges volt, de így a bennem élő gyereknek ez most így kellett, és ma már játszottam vele a balkonon is. TikTokon elég gyakran kínál fel nekem olyan videókat, amiben Action szerzeményeket mutatnak meg, és ezt a szószt gyakran látom, Yummy névre hallgat. Nem postoltam még soha, de rögtön 2 vettem belőle, mert ahogy ott álltam a polcnál, jött egy hölgy, hogy hát, hogy ő ezt már 3 üzletben kereste, rögtön 4 vett le a polcról, és pont ott volt egy eladó is, és mondta neki, hogy igen, nagy szerencséje van, mert hogy most kaptunk tegnap árut, mert hogy amúgy készlethiányos szokott lenni, és tudjátok, hogy működik az ember. Én is úgy voltam vele, hogy oké, hogyha tényleg ennyire jó, akkor rögtön 2 veszek belőle. Elvileg tényleg sült krumplihoz, meg mindenféle ételhez lehet fogyasztani, meg fogjuk kóstolni. Martin amúgy nálunk a nagy szószrajongó, ilyen nagyon kevés szószt szoktam így fogyasztani, de azért ezt én is mindenféleképpen kipróbálom majd. Aztán őszi dekorációk is voltak már az üzletben, és annyira aranyos szerintem ez a kis gombaházacska, ami amúgy, hát szerintem ezt most így pont nem fogjátok látni. Ja igen, az elemet helyesen kell beletenni, de van benne egy ilyen kis világító cucc, úgyhogy ez világít. Szerintem nagyon aranyos. És még 2 darab gombás őszi dekoráció. Ilyen gombás dekorom nincsen, ha jól tudom, vagy hát egy-két ilyen kisebb darab van. Úgyhogy ezek megtetszettek. Aztán meglátta Martin ezt a bögrét, ami ez a figura neki a gyerekkorából ismerős, én nem tudom sajnos, hogy hívják őt, vagy micsoda ez, de megvettük neki ezt a bögrét. Vettem egy légfrissítőt, mert jó áron volt, aztán a Pink Stuff a TikTokon fénykorát éli, és én is megvettem már ezt a paszta surulókrémet, és tök jó cucc. Úgyhogy most megvettem a fürdőszobai tisztítószert is, illetve egy ilyen általános tisztítószert is. Ezeket is le fogom majd tesztelni.
Remélem, hogy tényleg annyira jók, mint amennyire oda meg vissza van értük mindenki TikTokon. Kettő darab füzet került még be, jobban az egyik az egy határidőnaplóm, mert a mostani határidőnaplóm tavaly augusztustól kezdtem el, és most évvégéig tart, de már van egy-két, időpont, amit bele kéne írnom az új évre, úgyhogy 1 euró volt ez a kis határidőnaplóm. Tökéletesen belefér a táskámba, tetszik a színe, úgyhogy nagyon megörültem neki, mert a TK Maxx-ben már nézegettem, viszont nem találtam olyat, ami tetszett volna, arról nem is beszélve, hogy nekem fontos nagyon a méretem, illetve a TK Maxx-ben ilyen méretű naptárakat ilyen 4-5 euróért láttam, most pedig ezt 1 euróért tudtam megvenni, úgyhogy szerintem nagyon megértem. Illetve szokott lenni mindig munkában egy ilyen kis jegyzetelős füzetem, amiben saját magamnak írom fel a kis to-do listákat, fontos adatokat, stb. Viszont az nem soká betelik, még egy pár üres oldalam van, úgyhogy kellett egy új füzet, ezért is azt hiszem, hogy 3 eurót fizettem. Ugye rózsaszín, metálos, itt van rajta egy nagyon praktikus tolltartó, illetve 3 könyvjelző is van benne, ami szintén nagyon praktikus, mert előfordul, hogy írok egy listát magamnak, hogy mit kell elintéznem, viszont az egy bizonyos feladatkör köré összpontosul, és utána írom tovább ugye így a napi teendőket, és én mindig nem tudom, hogy oké, akkor hova kell visszalapoznom, úgyhogy számomra ezért nagyon praktikus így a 3 könyvjelző, és ennyi volt, amit vásároltunk. Most pedig nincs más hátra, mint ahogy megszerkeztem ezt a videót, utána pedig Martinnal nézzük tovább a sorozatunkat, mert hogy elkezdtünk a Disney Plus-on egy sorozatot, annyit tudok csak, hogy Selena Gomez van benne, nem jut eszembe, hogy mi a címe, viszont be fogom nektek majd ideírni, egy ilyen nyomozós sorozat, egy épületben történik egy gyilkosság, és 3 lakó összeáll, hogy egy podcasten keresztül elkezdenek nyomozni. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik mind a kettőnknek, úgyhogy szerintem ezt fogjuk majd ma tovább nézni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokkal. Sziasztok!